Régóta közösen ünneplik Tatán a reformátusok és az evangélikusok a luteri reformáció ünnepét, a felekezetek körében most kivételesen nagy figyelem fordult a történelmi szempontból is jelentős fordulópont felé. Becslések szerint mintegy 800 millió protestáns van a világon a 2,2 milliárdos kereszténységből. A luteri reformáció, meg az előreformátorok, illetve a lutert követő reformátorok nélkül nem lenne most protestáns egyház. És akkor a fogalomtisztázás gyanánt még hadd mondjam, hogy protestáns, tehát pro, azaz valamiért tiltakozó. Nagyon örülünk annak, hogy megértük ezt az 500 éves évfordulót. Ez azt gondolom mutatja a luteranizmus, na meg a protestantizmusnak a létjogosultságát. És a közösség akkor ünnepel jó, és mi is igyekeztünk így ünnepelni, amikor nem Lutert bekeretezve, múzeumi tárgyként mutogatva, hanem az ő szellemében cselekedve. Mi a tanításra tettük a hangsúlyt, hiszen mármint így tataiak hiszen Luther a kiskátéban és a nagykátében erre különleges hangsúlyt tesz, hogy a családfő az ő népét tanítsa. És én azt gondolom, hogy elérkezett az ortodoxiának az időszaka, a jó értelembe vett ortodoxiának, tehát a tanítása, a tanulás harmadik évezredelei, sok-sok technikai lehetőséggel megtámogatott időszaka a reformációt úgy ünnepeljük, úgy emlékezzünk rá, hogy azzal az egymás közötti közösséget is erősítjük. Ebben az évben nyilvánvalóan ennek különleges súlya van, hiszen az 500 éves évfordulóra emlékezünk, éppen a mai napon 500 éve annak, ugye, hogy Luther Márton elindította a reformációt, és éppen ezért különleges nem csak számunkra gondolom evangélikus testvéreink számára is, és ezt olyan formában is megerősítjük, hogy aztán egy közös úrvacsoraosztással is ünnepelünk, és ebben is együtt veszünk részt. És én azt gondolom, hogy olyan múltra, olyan örökségre tekintünk vissza, ami mindenki számára együtt fontos, és ezt ilyen formában közösen ünnepeljük. Van egy olyan ének, ami Luther Mártonnak az éneke, ez egy jól ismert ének, megvan mind az evangélikusoknál, mint nálunk. Ráadásul az evangélikusok köszönése is ebből alakult ki, hogy erős váram Istenünk. És ez az ének a 46. zsoltár alapján íródott, amelyik arról szól alapvetően, hogy az Úristen egy olyan erős vár, ahol az ember lelke élete biztonságban van. És az ige hirdetésben e, arról lesz alapvetően szó, hogy mennyire védtelen az embernek a lelke ugyan magában, mennyire van, ki van téve félelmeknek, aggodalmaknak, sok olyan külső hatásnak, ami elbizonytalanít minket, és a bizonytalansággal, a félelmekkel szemben pedig van egy olyan oltalom, egy olyan védelem, Isten a vár, az erős vár, amelyik megóvja és védi a lelkünket.